sacred. Ez az, majdnem sikerült a bugmentes content, srácok. Na nem baj, majd legközelebb talán összejön. Na de most, azt hiszem itt az ideje a végső útjára elküldünk ezt a szerencsétlent együtt. Sziasztok, srácok! A legutóbbi Monster Hunter-es videó után most ismételten Sekiros contenttel várlak benneteket. Azonban, mielőtt belevágnék a mondandóba, térjünk még egy kicsit ki az előző videóra. Nem igazán érkezett tőletek visszajelzés egyébként, hogy most mi legyen ezzel a játékkal akkor, a Monster Hunter-re célzok, vagy hogy egyáltalán legyen vele valami, vagy ilyesmi. Nyugodtan írjátok meg, hogyha nem érdekel, de hogyha nem, akkor hosszú távon azért nem fogok vele annyit foglalkozni ténylegesen, meg annyi időt fektetni bele, akkor majd nyugodtan eljátszogatok vele privátba, de hogyha nem érdekel benneteket, akkor nem lesz jó a videó, de ezt nektek kell megírni, ezt én fejből sajnos nem tudom kitalálni, mert korábban azért beszéltem róla, hogy lesz, és azért pár visszajelzés jött még annó, hogy érdekelne meg ilyesmi, szóval gondoljátok, ezt nyugodtan írjátok meg, és akkor nekem is könnyebb lesz a jövőben egy kicsikét mérlegelni róla. Na de erről most egyelőre ennyi. Most ami a lényeg, a Sekiro. Sikeresen kiplatináztam azóta, egyáltalán nem volt olyan szempontban egy nagy eresztés, inkább csak macerás, monoton a vége fele, mint körülbelül a Demon's Souls platinázása, hogyha nem használod az Item Duplication glitchet. Ugyanis az endingeket igazából elméleti síkon egy végigjátszás alatt hármat is meg lehet csinálni, aztán meg a többire ott van a Cloud Save. Erről a Dark Souls-os csoportban és a magyar közösségben volt egy-két ember, aki ugye Cloud Save-vel nyomta ki, és utána megjött nagy fasz, hogy amúgy a New Game Plus meg ezek hát nem is nehezebb szinte semmivel, mint a sima. Tehát, hogy ezt a Cloud Save-et én mindig is úgy gondoltam, hogy jó, persze, még én is azzal toltam ki, de én utána ugyanúgy megyek tovább New Game Plus 7-ig, és nem állok neki arcoskodni, hogy amúgy nem nehéz, úgy, hogy mondjuk csak másfél végigjátszást raktam bele, azokkal szembe, akik meg amúgy ténylegesen 3-4 végigjátszásat úgymond rendesen platinázzák ki. Tehát még a Faxtra Life-os Wikipédia is kiemeli, hogy amúgy Cloud Save-vel kurva easy, stb. Inkább a combat artokat tartott nagyon sokáig kihúzni. Ugye a végén, ami ilyen 6-ba, 9-be, meg 8-ba, meg faszom tudja mennyibe kerül, és az a csalódást keltő, hogy szép látványos az összes, de a büdös életben nem fogom használni. Amit igen, azt meg úgyis bossoktól meg lehet kapni. Tehát összességében, hogy a sima New Game után mi változik? Amint láthatjátok, a minibosszok azok ilyen 500-as pénzes erszényt adnak, ugye a Prayer Beadek helyett. A Headless-ek meg a Shichimen Warrior-ok ezresek, azt hiszem Headless-es bossfightot ide nem igazán tettem. A bossok azok ugyanúgy megadják a memorit, amiket ugye nem lehet discardolni, azt hiszem se olyan formában, mielőtt még az Idol-nál use-oltad volna, vagy utána, de lehet belül 99, ebből én arra következtetek, hogy maximum egy mentéssel 99-szer lehet végigjátszani a játékot, de ez megint egy olyan dolog, ami valószínűleg sose fog kiderülni, tehát jóval több mindent bele lehet rakni ebbe a játékba, mint én azt gondoltam, meg mint ahogy azt sokan mondják, hogy nem lehet benne buildeket csinálni, ez már nem lesz olyan jó, mint egy Dark Souls. Hát én nem így gondolom, de ettől függetlenül azért 99-szer nem fogom végigjátszani. Pontosan ugyanúgy, ahogy a Dark Souls 3-at se fogom 999-szer végigjátszani, mert úgy tudom, hogy ott van egy easter egg, hogy ha azt hiszem átmész az ezredik New Game-re, akkor automatikusan a Dark Firelink Shrine-ba kezdesz, vagy valami ilyesmi. Csak szóbeszédből hallottam, de hogy most azért értitek, ezt azért nyilván nem fogom megcsinálni, van ennél jobb dolgom is. Tehát van azért nem egy olyan content, amiben megéri időt és energiát fektetni, de azért ezek már nem olyan. Na szóval. Amit viszont terveztem akkor, az, hogy én ma neki is állok a remasternek folytatni, és kezdeni akkor egy új Sekiros végigjátszást, ahol egyébként meg fogtok lepődni, de a kifejlesztett skilleknek
Már sokat mondok, hogyha az egyharmadára szükségem lesz lényegében. Az egyetlen ilyen végső, amit ki fogok fejleszteni, ez a korábban egy-két miniboszon alkalmazott ez a Leaping Kicks, ez a sweep attack counter. Tehát a sima ugrás helyett lényegében egy kombatartot nyomok el. Jobban is tettem egyébként, hogy vártam egy kicsikét, most nem akarom mentegetni magamat, de azóta volt egy-két patch a játékba. Az egyik lényegében, a korábbi verzió a Corrupted Monkot, a rendes Corrupted Monkot, a True Monkot iszonyatosan könnyű boss fight-tá tette. Lényegében az első meg a második fészt is egy-egy ilyen Plunging Death Blow-val át lehetett skippelni. Ezen változtattak, most már csak a másodikat lehet. Illetve ez a High Monk Skill, ez az első rugás belőle, amit itt láttatok. Igazából már a Leaping Kick is tudja a dolgokat. Olyan OP volt, hogy a legtöbb bossnál lényegében egy ilyen rugással a 3/4 postjörét felvitted. Hogyha The Gamer Ice-nak megnézitek a Sekiro Overpowered kis montázsát, akár bossokra vagy minibossokra, 10-ből 9-szer lényegében ezt alkalmazza, és hát miért is ne tenné? Akkor ez volt az OP. És itt mondjuk még nem is lehet rinyálni, mint Nioh-ba, hogy na, tönkretették a buildemet, mert ez azért tényleg eléggé broken dolog volt. Nem mint hogyha a Nioh-ban amúgy nem lenne broken egy csomó dolog. De erre itt ténylegesen az volt mondható, hogy röhelyesen egyszerű volt az összes boss fight. Ami még meglepett így, amikor játszogattam a játékkal, hogy van benne ez a Kuro's Charm történet. Egy charm, amit ugye Kuro bíz ránk. Annak köszönhetjük azt, hogy ha blokkolunk, akkor nem sebződünk. Na, a játék elején van egy egyszeri döntésünk, hogy ezt visszaadjuk-e neki vagy sem. Amint visszaadjuk neki, még egyszer rá is kérdez egyébként a játék, hogy biztosan így gondolod? Onnantól kezdve, majd fogok ennek egy külön videót szentelni, lehet stackelni a démon belül is egyébként így nehézség terén, hogyha nincs nálad a Kuro's Charm, akkor az ellenfelek talán egy ilyen 30%-kal erősebbek, te 30%-kal kevesebbet sebzel rájuk, és hogyha tökéletes deflect helyette csak simán blokkolsz, akkor a sebzésnek a 40 vagy 30%-át fixen be fogod kapni így is. Tehát mondom, van potenciál ebbe a játékba még bőven, most még hogyha buildeket nem is lehet csinálni. Tehát egy ilyen New Game Plus 7-es, na ott van közben láthatjátok a Monkra, most nem is tudtam ráugrani. Az tök mindegy, hogy szarhelyről próbálkoztam, megpróbáltam a fölötte lévő magas fáról is, és csak Phase 2-be lehet ezt megcsinálni. Azt nem tudom, hogy a Gachin Sugar mindenféleképpen kell hozzá, de kicsikét elkalandoztam megint. Szóval. Mindenféleképpen szeretnénk majd egyszer New Game Plus 7-ig elmenni, akkor ugye egy olyan montást csinálni majd, ami New Game pluszos lesz, de fölviszem az Attack Power-t, hogy azért majd lássatok egy kis damage-et is. Fölviszem az Attack Power-t addig az összegig, amíg megéri fölvinni, és nem, ez nem a 99 lenne gyerekek. Ugyanis néztem nem egy videót, hogy azt hiszem 51 vagy 52 után már valami 0,8-es értékkel nő az Attack. Tehát volt egy teszt lényegében, azt hiszem talán a Chain Dogrén csinálta meg egy srác, már nem tudom, hogy kicsoda. De 52-es és 99-es attack power-rel hát lényegében nem látni különbséget. Tehát szerintem senki ne vigye föl 99-ig, annyit nem ér az egész. Így is 52-ig is rohadt nagy szopás fölvinni, még úgy is, hogyha a skilleknek a nagy részét, a kombatartoknak meg az egyéb ilyen hidden dolgoknak a nagy részét nem csinálod meg, hanem a masknak a segítségével 5 skill pointból összekaparsz egy attack power-t. Még úgyis egy kis farmolós deal lesz nekem a vége, de cserében New Game Plus-on remélhetőleg fogtok látni egy fasz a kis no-hit-es montást. Majd igyekszek addigra beletanulni minden, mert most is azért láthatjátok, a bossok többsége kurva hamar megvan, de azért mindig van egy-két példa, amikor el tudom baszni. Akár az utolsó pillanatban, elég, hogyha egyszer besebződök és már az nem no damage. Arról nem is beszélve, hogy ezért plusz ilyen bizonyítékszerűség ez a no Kuro's Charmos végigjátszás, hogy itt ténylegesen be tudod bizonyítani, hogy mennyire tudsz diktetelni. Mert itt még, hogyha blokkolsz, max gyakorlott szem talán észrevesz, hogy kicsikét följebb, mert talán a port jöjje. Meg ugye ebből a csattanós hangból, ahogy a fém súrlódik a fémen, olyan a diktek, meg ugye szikrázik is, mint a rohadt élet. Azonban, hogyha valaki no Kuro's Charm-mal nem deflektel, akkor az itt egy videóba könnyen ki tud jönni, tehát azzal is bőven lesz dolgom. Akkor ezt összesztekelni még a Demon Bell-lel is, meg... Szóval maradjunk annyival, hogy Sasu-nak is egy a vége, és bőven lesz még bőr, amit le tudok húzni erről a játékról, én úgy gondolom. Meg hát ugye közben haladok a Remastered-le, és akkor remélhetőleg ezt a Monster Hunter-ös dolgot is meg tudjuk beszélni. És többek között arra gondoltam még, hogy esetleg nem ártana így az összes eddigi Souls-like játékból, hú, de rühellem ezt a
jelzőt, hogy Souls-like, majd nyugodtan kérdezzen rá bárki, szívesen elmondom, csak most sokáig tartana. Szóval, hogy az összes részről esetleg csinálni egy-egy új gameplayt, ugyanis belegondolva, az egyen rég játszottam, de itt a remaster okés. Dark 2-vel kurva rég játszottam, nagyjából strength-es kari volt, kéne belőle egy új. Dark 3-ról mutattam már sok mindent, mondjuk azon még mindig röhögök, hogy volt pofán fölrakni, úgyhogy full walkthrough, de aztán kurvára voltak dolgok, amiket elhagytam így is. Ettől függetlenül abból is kéne egy új végigjátszás, szerintem azt a dexes buildet ezerszer értelmesebben meg tudnám csinálni, kapásból, hogy nem a buzi katonával megyek, hanem a jó kis Sellsword Twinblade-del. A Bloodborne-ról is kéne egy reboot, abból amúgy is ígértem egyet, hogy egy kicsikét jobban belemegyek a lore-ba. A Nio-t egyelőre fejezzem be, egyébként meg fogtok lepődni, de már két rész fel is töltöttem, majd nem sokára, miután ezt a videót látjátok, talán már elérhető is lesz a lejátszási listában, ugye mondtam, hogy nem listázottként fogom föltenni. Ez, ha jól tudom, annyit takar, hogy így az on-demand új dolgok között, hogy Andráska föltöltött egy új videót, ott így nem fog megjelenni, ezt nem szándékozom, mert mint mondtam, már kurvára nem aktuális, tehát amikor majd látni fogjátok, úgy ítéljetek meg, nyugodtan lehet szidni ott is, meg minden, de az egy két évvel korábbi felvétel, nem tudok róla nyilatkozni, hogy akkor hogy játszottam. Azt nem állítom, hogy mostanság olyan nagyon sokkal nyugodtabb lennék, azért most is kicsúszik egy-egy bazd meg, vagy kurva élet, vagy valami, de azért akkor jóval többet rézseltem, és azért egy bizonyos idő után azért rájön az ember, hogy bizonyos mértékig még vicces káromkodni, meg más videósnál is, de nekem nem mondjátok, hogy ez hosszú távon, akár a VR-tól, vagy valamelyik egyéb ilyen favágótól jól nézni, hogy folyamatosan kurva anyázik a gyökér, meg ilyenek, tehát ez hosszú távon szerintem már nem vicces, hanem szánalmas, és igen, a saját megnyilvánulásaimat is beleveszem ebbe intenzíven. Azóta nem tudom, kinek tűnt fel, de szerintem az én véleményem az, hogy azóta egy kicsikét nyugodtabban játszok. Ez is letudva. Önmagában a játékról is még annyit mondanék így, a megjelenést és a fogadtatást illetően, hogy én nem azt mondom, hogy mindenkinek legalább annyira szeretnie kell a Sekirót, mint a Darkokat, tehát mindenkinek megvan az a kedvenc része, van akinek a Nioh, valakinek a Bloodborne, mindig van olyan, aki valamelyik rész ki nem állhatja ilyen-olyan okokból, ezzel semmi probléma nincsen, nem vagyunk egyformák, de könyörgöm, amikor ténylegesen be volt jelentve, hogy ez a játék, ez nem action RPG lesz, hanem action adventure. Nekem speciál lejött belőle, hogy itt nem ez a szinteződős történet lesz, nem értem, hogy akkor mégis miért kellett így ennyire megrökönyödni rajta, hogy hát itt nem lehet buildeket csinálni, nem lehet karaktert kreálni, hát könyörgöm. Ez nyilvánvaló volt, nem egyik pillanatról a másikra jött, hogy basszus ez ilyen. Nem úgy, mint mondjuk a Dark Souls 2-nél, amit ne haragudjatok, hogy ennyit csámcsogok rajta, de ott például még mindig nem értettem azt, hogy megnéztem annól az alfa videót. Ténylegesen mondom, ez igen basszátok meg, ez tök jó lesz. Aztán a bétában már az a fajta grafikai színvilág volt benne, hogy így mondom, ez mi a büdös faszom. Meg ténylegesen vannak abban a részben, így is szeretem, meg belevittem több száz órát így is, de majd attól függetlenül fogok erről is mondani talán egy-két negatív dolgot a végigjátszás során, ami lehet egy-két embernek, akinek a kettő a kedvence nem fog tetszeni, de én úgy érzem, mintha ez az egész össze lett volna csapva egy kicsikét. Tehát, hogy így nem volt idő a developer, aztán például a hátteret a 3D modellezés helyett egyszerű képekkel kellett kitölteni, vagy azért vannak érdekes dolgok. A Sekiro-nál meg jó, vannak itt is bugok, de hát nem is tudom, nekem speciál egyáltalán nem okozott csalódást. A bosszok azok mondjuk gerincszernek tudnak lenni, de az összes részben nagyjából így van, hogyha szarul időzíted a healt, akkor még majdhogy nem szarabbul jössz ki élettel, de itt mondjuk rendszeresen az volt, amikor te hátra akarsz menni a healelni, akkor a boss rendszerint akkor csinál valami olyan támadást, amivel fix, hogy el fog érni, és ezt még elismétled egyszer-kétszer, különösen Genichironál, akkor lényegében insta halál. Jaj. Tehát, ja, vannak ennek is hibái, mint az összes többi résznek, ezt egyáltalán nem tagadom, de szerintem hozta azt, amit kell. Én azt gondolom. De ettől függetlenül azért vannak olyan megnyilvánulások a játékról, basszus, csoportban például, hogy egy-két embernél néha úgy ténylegesen nem akarok megbántani senkit, és visszafogom magam, hogy ne kommenteljek semmiféle paraszt dolgot, de egy-két embernél néha úgy azt érzem láthatlan, hogy basszus, ezt úgy szájba tudnám vágni tényleg, hogy a csillár, a plafon vagy a padlásajtó adná a másikat neki legszívesebben. Na és kapaszkodjatok meg, a tékozló fiú visszatért egyébként. Gyors kitérőt tennék még itt. Szóval a remastered után, akkor ő lenne a következő nagy projekt így még a Sekiro mellett.
Mindkét Xboxon annó ki volt maxolva, akkor itt az ideje PS-en is a családhoz hozzáadni. Platina szempontjából. De így a fikázós kommentekkel kapcsolatban, és nem feltétlenül videó alatt gondolok erre, hanem úgy ténylegesen általánosságban így a magyar közösségben, így a nagy mindenségben. Volt egy dolog a Sekiroval kapcsolatban, ami nálam nagyon kibaszta a biztosítékot ténylegesen, és az éppen ez a boss fight lenne a Demon of Hatred. Nem tudom, a többségetek biztosan ismeri azt a glitchet, amivel őt kurva könnyen úgymond el lehet tenni láb alól. Elég vicces kifejezés. Majd mindjárt meg is mondom miért. Annyi a lényege, hogy becsalod a pálya sarkába, ott ő szépen beszorul, majd aztán szerencsétlenkedsz fél órát, fölugrasz a toronyra, ami látszólag lehetetlen, onnan át a párkányra, odamész lényegébe fölé, ő pedig levetődik a mélybe. Oké, és annyi a bossnak. De könyörgöm, erre kinek van, kinek elég vastag a bőr a képén ahhoz, hogy azt mondja, hogy megöltem. Önmagában az, hogy megölött glitchet, nem tudok erre még mit mondani tényleg. Őszintén remélem, hogy ha már a High Monkot balanszolták, meg mondjuk a Corrupted Monknál is megcsinálták azt a Plunging Dead lóvos dolgot, remélem, hogy ezt is minél hamarabb kiveszik a jó büdös picsába. Hogy ténylegesen ezt a szutyó glitchet alkalmazni lehessen, mert ez komolyan mondom, rühellem a gyávaságot gyerekek, gusztustalan, undorolom tőle, amikor ténylegesen az van, hogy úgy megy oda neki a faszja, hogy hát amúgy kellenének a bossnak a cuccai, az a sok XP, amit ad, a memory, meg még az a két lapiszlazuli is, de nem ölöm meg, inkább leglitchelem, mert ezt érdemli, mert paraszt. Nem paraszt, te vagy béna, te nem tudsz vele mit kezdeni, basszus. Jó, olyan szempontból tényleg paraszt egy boss, hogy OP, meg nehezebb látni, hogy mit csinál, hogy tonnányit sebez, de olyan nincs, hogy lehetetlen, tanuljátok már meg ezekbe a játékokba. Nincs olyan, hogy lehetetlen, mindent meg lehet csinálni, max csak egy kicsikét több idő megy rá. De ez akkor csak kifogás, hogy nem baszok el rá időt, inkább leglitchelem a szakadékba. Ha nem akarsz vele szenvedni, akkor hagyd ott, bazd meg, de ha meg akarod ölni, öld meg rendesen. Tehát komolyan mondom, ettől rosszul vagyok, tényleg sem. Belem kifordult tőle, hogyha meghallok még egy ilyet, hogy lelököm a Demon of Hatred a szakadékba, mert nem akarok rá időt baszni, akkor hagyd a picsába, hogyha nem kell a cucca. Aláírom, hogy ténylegesen nem a könnyebb bosszok közé tartozik, de gyerekek, ezt muszáj volt kiadnom magamból ténylegesen, mert ez már nagyon baszta a csőrömet egy ideje. Csutólag warning, ebben a részletben egy kicsikét több káromkodás hangozhat el. És ő bánat. Nem tudom, azt nyugodtan leírhatjátok kommentbe, hogy kinek mi volt a bosszokra egy összességében a vélemények, volt-e valakinek valami kedvence, bár nyilván volt, illetve hogy a korábban felsorolt szekirós kontentekkel kapcsolatban még érdekelne valakit olyan, hogy terveztem a bosszokról egyébként ilyen guide-okat csinálni így egyesével, hogy melyiknél mire kell odafigyelni, de nem tudom, hogy ez egyébként mondjuk mini bosszoknál is érdekelne bennetek, ugyanis van legalább 2-3 olyan, ami így többször is előfordul. A Drunken, akkor a sima generalok, akkor a Snake Eyes, meg ilyenek. Most azokról mindegyiknél nem fogok külön egy videót csinálni róla, hogy mire kell figyelni, amikor igazából 2 ugyanolyan bossról beszélünk, csak más locationnél. Ezeket max egy ilyen gyűjtő videóba össze fogom szedni, de hogyha van rá igény, akkor majd valami kompromisszumot találhatunk, csak ezt megint írjátok meg. Prayer bead locationokról, gore seedekről, meg ilyenekről mondtam, hogy szeretnék, meg a headlessekről is. Ugyanis náluk még az a tény, hogy ténylegesen nem elég az, hogy kitépi a prostatádat, hanem úgy utána még látod, hogy a hosszúkás körmös kezével még a saját seggébe beilleszti. És annak valós történelmi háttere van, vagy legalábbis ilyen misztikus háttere, ezt én még a mai napig nem tudom feldolgozni, srácok. Na most jelenleg ennyi lett volna a brainstorming a Sekiroról, én azt mondom. Most már tudjátok nézni a Nius részeket is, nyugodtan írjátok arról is, hogy esetleg mi a vélemény. Én mondom, igyekszem föltölteni minél előbb, sajnálom, hogy így hagytam félbe. Aztán meg akkor utána Remaster, Dark Souls 2, Sekiro töménytelen mennyiségbe, meg majd még az összes többi. Ugye Dark 3, Bloodborne, jön majd a Nioh 2 beta, jönnek a Darksiders-ek, tehát lesz minden is, finoman fogalmazva. Addig is sziasztok!